Köszöntöm a nézőket! A Forog a kamerában egy irodalmi filmet üdött és egy dokumentumfilmet láthatnak. A két mű összefügg, nem csak azért, mert az operatőr rendező egy is ugyanaz a személy, hanem a zene miatt is. A filmzene egyébként ezúttal főszerepet játszik a műsorunkban. Köszöntöm itt nálunk először is Csubrilo Zoltánt, aki a filmeket készítette. Köszönöm a nézőket! Gulyás Zsoltot, aki zeneszerzéssel foglalkozik, és aki Csubrilo Zoltán legújabb dokumentumfilmjéhez szerezte a zenét. Köszönöm, kérlek. És Asztalos Alfredot, a Groovy Groove együttes tagját. Ugye ez az együttes szerezte és adta elő a zenét a filmetűdben, és a dokumentumfilm pedig róluk szól. Hát először is beszéljünk a filmetűdről. A címe Lidérc hangok. Milyen irodalmi kötődése van ennek a filmnek? Csád zongorára írt műveit dolgozta fel az Alfréd által vezetett Groovy Groove együttes, vagyis hát ez egy baráti kör, aki együtt zenélgetett, és igazából ez onnan indul, hogy 2011-ben volt Liszt Ferenc év, és akkor volt a Duna Televíziónak egy olyan pályázati kiírása, ahol a megadott zeneműre, vagy egy általunk választott Liszt Ferenc zeneműre készítünk filmetűdöt. És én ott készítettem, és részt vettem ezen a versenypályázaton, és azt nyertem igazából vele, hogy még egy filmet elkészíthettem hasonló témakörben, és akkor gondoltam arra, hogy próbáljak meg olyan valamit elkészíteni, ami a miénk, a mi baráti körünkből, a mi közösségünkből kikerülő alkotók és barátok vegyenek részt benne, és így született meg igazából ez a Lidérc hangok című. Ezt a jól értem. Irodalmi etűd. Ha jól értem, akkor először a zene volt meg, ugye? Hát igen, igen, meg volt először a zene. Hogy lett a zene? Tehát ugye három zeneszám hangzik el ebben a filmetűdben. Hogyan készültek ezek? Hát a zenekar azt kell tudni, hogy 2009 óta tevékenykedett, tehát akadémián megismert zenészekkel, illetve nekem évfolyam társaimmal hoztuk létre ezt a zenekart. A Szűcs Mihály fagottozott, Krizsák Viktor nagybőgözött, illetve volt még egy Nyers Lehel nevezetű dobos, aki egyébként nem akadémista volt, de zenével kezdett el foglalkozni, és akkor hát nagyon jól megértettük egymást, illetve ezt a kísérleti zenére való igényt kezdtük valójában megvalósítani akkor, kibontakoztatni, és hát valóban, ahogy említette Zoli is, tehát Csád, Géza, Kosztolányi, Dezső, tehát ezek az költők, írók voltak azok, akik legnagyobb hatást gyakoroltak ránk, és nem utolsó sorjában például Sziveri János is. És akkor ezek hatására jött létre a zene, az ő tehát írásaik, illetve ugye szintén hangzott, hogy Csát Géza, nem sokan tudják, de zenével foglalkozott, illetve hát az volt a nagy vágya, terve, hogy ugye művész legyen, vagy írásból éljen meg, de az is már megfordult a fejébe, ugye, hogy zeneszerzőként fusson be komolyan pályafutást, és hát akkor ezt mi egy kicsit így kibővítettük ilyen transzcendentális módon. És hát utána pedig ezt így beillesztettük különböző szövegek kiragadása által, és a zenét hozzáadva ezzel a kis filmmel így tulajdonképpen egybe kötöttük. Ugye három konkrét szöveg hangzik el, ezekre a szövegekre íródott, vagy úgy általában véve a hangulatát próbáltátok elkapni? Hát inkább a hangulatát, tehát persze a szöveg is, de azt azért tudni kell, hogy először, tehát ez egy nagy belemagyarázás volt ebben, hogy most ez arról szól. Tehát természetesen szeretjük ezeket a nagy írókat, költőket, de tulajdonképpen ez így adta egyik a másikát, ez egy ilyen spontán jött úgymond létre.
épp így klappoltak a hangulatok, meg ezek a sötét erők. Ugye ez az egész. Hogy képzeljük el a filmhez, tehát ez mégiscsak egy filmet, másképp készül a zene, vagy pedig, tehát hogyan készült ez a zene? Hát szólt róla, hogy ezek már készen voltak tulajdonképpen, úgyhogy ez inkább bele lett illesztve, épp úgy lett formával alakítgatva, hogy jó legyen, de természetesen másképpen készül egy zene, hogyha már van egy adott film, és hogy megmondják, hogy mit kell csinálni, vagy pedig, hogy már van egy adott zene is ahhoz. Vagy az egyik, vagy a másik. Gondolom, valamelyiknek előbb készek kell lenni, mint a másiknak. Úgy egyszerre, hogy véletlenül úgy összerakja az ember éppenséggel, lehet, de így szokott ez kinézni, hogy vagy az egyik, vagy a másik már megvan, tehát egy koncepció, vagy valami, és akkor összerakjuk, összeillesztjük a dolgot. Szerintem elég jó sikerült, tehát megtalálta egyik a másikát. Azért is kérdeztem, mert ugye körünkben ül egy zeneszerző, és hát tőled is azt kérdezném, hogy te hogy szerzed a zenéket, mert ugye komoly munkáid vannak, tehát itt is, Vajdaságban is hallhatóak a zenét filmeknél is, meg egyéb ilyen produkcióknál, de most már külföldön is egy jó ideje. Tehát ott hogyan szerzed a zenét? Vagy megrendelésre, utasítások alapján, film alapján, hogyan? Külföldre többnyire megrendelések alapján, tehát előre megmondják a stílusát. Jelen pillanatban külföldi sorozatokhoz, műsorokhoz készítek, nem mondok neveket. Mondjuk melyik tévétársaságnál vagy valami? ABC, CBS és a legnagyobb, tehát millió dolláros dekorátor is. És a többi. Tehát ezekhez van egy társaság, akik készítenek ugye ilyen kis másfél perces zenei, általában tőlem dráma, komédiát kérnek külföldről, mert az fog meg legjobban, de dráma vagy egy kicsit ilyen, tehát aláfestő zenéknek hívják ezeket, és akkor ugye megrendeléssel jönnek, kiválasztják, összevágják, és ezeket használják fel. De ez mellett ugye készítek én nagyon sok fajta, tehát már előre magam kigondolom, és akkor esetleg ilyen filmes projektekhez mind Zolinak fel tudja használni, de már volt már alkalom, hogy az én képhez is kellett hozzáillesztenem a zenét, és akkor ott már az érzések, és az mind átfogóan bele kell vinnem magába a zenekreálásába. Most ennél a filmnél, amiről ugye szó van is, amit majd bemutatunk, ugye a zene is fontos, a képek is ugyanolyan fontosak, azért meg te vagy a felelős, ugye operatőr voltál. Mire figyeltél oda, hogy milyen hangulatúak legyenek a képek, hol forgattad ezeket a képeket, milyen napszakban? Igazából az egész narráció, ami végigmegy a filmen, az Csárd Gézának az Erdő című novellájából van kiragadva, és itt igazából ez megfilmesíthetetlen novella igazából, de nevezzük úgy, hogy ez egy kísérlet volt igazából arra, hogy lehet összehozni egy hasonló hangvételű zenét ehhez a novellához. A táj, ami ugye fontos volt, a Szelevényi erdő és környéke, Palicsitó környéke, ezek a helyek voltak azok, amik alapul szolgáltak a képeknek. Utólag persze ezek egy kicsit át voltak színezve, meg a színek is hozzáállítva a megfelelő hangulathoz. Mert hogy ez ilyen szorongásos, meg egy kicsit az elmúlásról szólnak ezek a szövegek, meg ez a hangulat nekem olyannak tűnik, nem tudom. Tehát ezt szeretted volna felerősíteni a képekkel? Hát nem egy aktuális délvidéki helyzetkép, de igazából a táj szelleme az mindig megragadja az embert, és mondjuk a Szelevényi erdő, meg az a hatásáv, erdősávas sohasem volt a látószögbe, és így gondoltam, hogy most van itt az alkalom, és akkor keressünk hozzá egy olyan valamit, ami esetleg ráillik erre a tájra, erre a szakaszra. És így lett az Erdő című novella.
vannak ugye esti felvételek, és meg eleve az időszak az ugye ilyen tél vége, tavasz eleje, vagy valami ilyesmi. Igen, így. Március elejé időszak, igen. Igen, és esti felvételek is vannak. Tehát sokat jártál abban az időben az erdőben, így este felé? Hát igazából ezek a felvételek nappal készültek. Igen. Csak az utómunkából derülhet ki, hogy ugye ez mikor történt, tehát úgy van beállítva, hogy egy ilyen esti fényviszonyokat lássunk a képen. Amondó vagyok, hogy nézzük meg ezt a filmet. Előtte azért mondjuk el, hogy az irodalmi alkotásokat kik azok, akik elmondják, ők ismertek. Igen, a narrátorok nagyon fontosak, Németi Imréről van szó, és Basics Gréta, ők adták a hangjukat a filmhez. Na, őket is hallhatjuk, és hát lássuk akkor a filmet. A címe Lidérc hangok, azután visszajövünk. Sosem vagyok én boldogabb, mint hogyha egymagam a fűbe rejtem arcomat. Smélázok gondtalan. S halván a föld lehelletét, hogy lázasan remeg, megértem, mit tesz-e beszéd, ráhajtva a keblemet. Törjön föl a rúd, dőre gőg a csillagokra bár, hozzád jövünk utóbb, előbb, és elborít a sár. Én földanyám, én mindenem, te szültél egykoron, s vihar szavad bús intelem, te rengeted porom. A föld keblére fekszem én, a földre jó közel, nézd, jó anyám, fiat szegény, csüggedve átölel. Te soha se jövő és soha se beszélő. Nem kell-e szólnod, mond. Nincs semmi híram onnan, hol fejfa és kereszt elvész a sűrű lomban, és sír a táj. Én tudtam, hogy közöny, s merev csönd van az ében, de hogy ilyen soká tart, azt most meg nem értem, és fájva a fáj. Alvó, emeld lassan nehéz és hosszú pillád, s a végtelen felé táguló nagy pupillád szögezd felém. Most a palicsitó úgy fénylik, mint az ólom, és a belindeken s vad farkas bogyókon alszik a fény. Ha jól siess, szíved még egyszer megszakadtán, ha hosszan bolygasz a Ciril betűs szabadkán, s nem értenek. És űznek majd tovább, idegen, bús hazádban, zsákutcán és közön idegen és hazátlan kísértetet. Itt nyisd be csöndesen, ismered a kilincsem. Tudod, hogy portámon és a szívemben nincsen semmi gonosz. Mert nem felettelek, a füllet estben úszó, ablakból fölsíró homályos hegedű szó eszembe hoz. Így látlak mindig én, édes fiatal orvos, fehér köpenyben a kavicsos és porondos kertudvaron, de jöjj akárhogy is, vérrel, sárral telélek, férgek gyűrűivel, ha láttodra félek, eltagadom. Lásd, itt leülhetnél, nincs bontva még az asztal, kávé, dohány és rum vár mérgező malasztal, s a múlt,
a csend. Halkan beszélgetnénk, elmondanám, mi történt, s fölfedném szótalan a fájó néma örvényt, a névtelent. Síró Hungáriánk ma porban fekszik árván, fölötte az átok, mint fekete szivárvány, gyászt bontogat. Jaj, megmutatnám én a szívem is e szörnyet, mely nappal céltalan halott vágyakra görnyed, s éjszaka sír. Mert életem felén nem is vagyok, de látszom, s reggel, ha öltözöm, csak játszom, egyre játszom, és vár a sír. Te a halálé vagy, zarándok az árnynak, ki bátran indultál, kapudat megtaláltad az éj felé, de én, jaj, itt vagyok a fényben, és hitetlen, feledve önmagam, jajokba fulva lettem az életé. Ivott bort jócskán, de azért nem nagyon tántorgott. Sietni akar tulajdonképpen, de nem tudta, hogy merre. És a mámor lassan kiszállott a fejéből. Megállott. Az erdőben volt, és borzasztó rémület és aggodalom futott rajta végig. A fák körülötte és távol, jól hallotta, összesúgtak. Iszonyú tervet szőtt ellen a sötétben meghúzódó, őt eltakaró erdő. A fák, a bokrok, a fű, a virágok, mint szövetkezett aljas gonosztevők fogták körül, és nem eresztették ki maguk közül. Menekülnöm kell, gondolta, de rögtön tudta, hogy lehetetlen. Hideg izzadás ütött ki a hátán. Azt tervezte, hogy fölmászik egy fára, kidugja a fejét a levelek közül, és azután így menekül. Mert más út nincs, tudta jól. Nem ereszti az erdő. Csapdába került. De lemondott a tervéről. A fa, amelyen ki akarna jutni a tiszta, szabad térbe, a világos üde éjszakába, ez a fa is cinkos. Letörne alatta. Levegő után kapkodott. Nem akart még belenyugodni a rettenetes bizonyosságba, amelynek elkerülhetetlen közeledését minden csepp vérével érezte. Hideg vér, szólott magához. Teljes szélcsend. Megállott és hallgatta, mint távol az erdőben valaki éppen abban a pillanatban megáll. Elindult. Az is elindult. Hallgatózik. Az is ugyanezt teszi. Kiáltani és énekelni akar, de összeszorult a torka. Düre gerjedt. Kiáltani akart. Adja ki neki az erdő, hogy elpusztíthassa. Nem kiáltott, mert világosan érezte, hogy nem ölné meg. Nem bírná. Az csúfosan legyőzné őt. Vánszorgott ide-oda. Nem is gondolt arra, hogy az utat megtalálhatja. Kitárta karjait irtóztató tehetetlenségében, a homlokán hideg verejték ütött ki, imádság szólamait alakította át, a gyufáit azonban nem merte meggyújtani. És most érezte, hogy valami történt. Az erdő lassan kezdett összeszorulni körülötte, mintha agyon akarná nyomni. Az pedig csendesen a háta megé lopózott. Végezni akarna vele, gondolta kétségbe esetten, s visszafordult, hogy birokra keljen az ismeretlen rémmel, de az már akkor a háta mögé került. Kínozni akarnak, mormogta kétségbe esetten, és megtörölte verejtékes homlokát. Hallotta, mint a levelek suttognak,
A vénfák csendesen tanácskoznak a gyalázatos és furfangos tervről, melyet végre fognak hajtani ellene. Megfenyegette az erdőt, reketten ordított. Erdő! Elveszítesz, eltemetsz, de... Itt elakadt a szava. Szorongása majd lerogyasztotta. Hallotta, mint az a rém villám gyorsan szaladgál körülötte, mint ahogy a saskesejű kereng áldozata felett. És az erdőne pillanatban hideg szélroham vágtatott keresztül. Tisztán kivette, amint rákiabált a sötétség, véged van! És a fák súgták, véged van! Széttárta karjait, hogy neki menjen az erdőnek. Rohanni kezdett néma lihegéssel, hallotta, amint az utána ered csendesen és gyors futással. Kettőzte a lépést. Menekülök! Elfutok, elfutok az erdő elől, gondolta. Beleütközött egy nagy fába, körülölelte és meg akarta rázni, kitépni és legyőzni. A fa rémségesen megrecsent és eldőlt. Görcsösen, diadallal kapaszkodott hozzá, de az lenyomta őt a földre, összelapította a koponyáját és mellkasát. A fején és oldalán csurgott a vér. Az erdő földje mohón fölitta. Az erdő hallgatott az éjben, mint egy bűnös. Fekete csöndesség ömlött a leveleken, s a csillagok elbújtak. Ott állott a ledült fa mellett. Nézte a hideg holttestet egy ideig, azután elsietett. A Lidéc hangok című filmet üdött látták. Folytatjuk a beszélgetést Csubrilo Zoltánnal, operatőr rendezővel, a Groove Ti Groove együttes tagjával, Asztalos Alfréddel és Gulyás Zsolta zeneszerzővel. Hát először is az érdekelne engem, hogy hogyan találtatok egymásra? Régi ismerősök voltatok? Tehát ez a téma, ez mind a kettőtöket foglalkoztatott, és úgy alakult ez, vagy hogy alakult ki ez együttműködés? Volt-e már korábban együttműködés? Igen, hát a művészet az mindig összehozza a helyi művészeket, hogy így mondjam, mert fontos az, hogy egymás munkáját úgymond segítsük azzal a tudással, amit tudunk, mert különben nincs Lidérc hangok, nincs semmilyen produkció, nincs semmilyen maradandó, amit le tudunk tenni, és jó ez, hogy Alfréd is és Zsolt is így látja, hogy valamennyire segíteni kell ezeket a produkciókat, mert ma már nagyon költséges mondjuk a zenét is megteremteni egy filmhez. Tehát ráírni egy filmre zenét azért sokkal költségesebb, mint hogyha egy meglévő dolgot használunk fel, amit készítenek, vagy készítettek, de előzőleg is volt már Alfréddal is olyan, amikor én már a képet megcsináltam, elkészítettem a képeket, és ő készítette hozzá utólag a zenét, ilyen jellegű dolgok is voltak. Most azért is kérdezem ezt a közös kapcsolatot, mert készült egy dokumentumfilm az együttesről, és ez azért is érdekes, mert amint megtudtam, én ezt nem tudtam, hogy a Groove Ti Groove már nem létezik. Tehát ez egy dokumentum is, hogy volt, és hogy mit csinált, és milyen volt. Tehát már ezért is érdekes ez a dolog. Hogyan döntötted el, hogy most készítesz filmet róluk? Hát igen, ez egy kísérlet volt továbbra is, azt mondom, mert
Egyrészt már nem lehetett eldönteni, hogy melyiket fontosabb kiemelni, egy zenei részt, vagy egy irodalmi részt, és akkor így született meg utólag a döntés, hogy hát jó, akkor csináljunk kétféle dolgot, adjunk teret úgymond az egyik részben, ahol látszanak is maguk a zeneszerzők, meg hát egy mini kis portré az ő munkájukról, munkásságukról is egyben. Ez a másik film. Erről tudtatok mindjárt, hogy majd készül egy dokumentumfilm, vagy szóval hogyan fogadtátok ezt, azért mégsem minden nap készül egy dokumentumfilm, vagy... Hát tudtunk, mert nekem szólt a Zoltán, hogy volt, igen. Nem titok. Igen, de hát természetesen... De azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a többieket igencsak meglepte a dolog olyannyira, hogy nem is találtak szavakat, hogy most mit is kell ilyenkor mondani. Tehát mert ilyenkor, erre így nem tud az ember fölkészülni, hogy most miért csináljátok, vagy... miért így zenéltek, vagy miért ezt zenéltek, most nem tudom, ezt így csinálja az ember tulajdonképpen így önszántából, úgy belülről. Próbálja azért összerakni, hogy múlik az idő egyre jobban, hogy tudatosabban. És hát igen, ez valóban el lett dokumentálva ez együtt. Tehát a tapasztalat igazából az, hogy sokkal jobb, hogyha előre nem beszélik meg az alkotók és a szereplők, hogy mi fog történni, hanem alkalmazkodunk egy adott helyszínhez, egy adott körülményhez, és akkor várjuk, hogy... Sokszor legjobb az, hogy várni. Várjuk meg, hogy mi fog születni. És akkor, mikor... már kezd megszületni, előtte bekapcsoljuk, és akkor... Ha valaki nem tudná, hogy ez milyen együttes, vagy milyen együttes volt, akkor azért meséljünk róla, hogy milyen a zene, milyen jellegű a zene, milyen hangszerek vannak, ugye, és mire törekedtetek, hogy milyen jellegű legyen a zenétek? Tehát a hangszereket illetőleg én klarinéton játszom, akkor a Mihály fagotton, a Viktor nagybőgőn, és a Lehel pedig különböző ütős hangszereken. Hát nem is tudom, tulajdonképpen ez egy ilyen alternatív kis kamara összeállítás. Ugye legtöbbször olyanok is voltak a föllépéseink, vagy a koncertjeink, hogy inkább akusztikusan szerettünk föllépni, és nagyon óckodtunk a kihangosítástól, mert nem is tudott úgy átjönni, nem is tudták, hogy kihangosítani, nem tudtak vele igazán, hogy mit kezdeni. Tehát ez nem egy ilyen nagy fejrázós, bulizós zene volt, inkább egy ilyen kis ülős, kifinomult, egy kisebb valami térben. Már mondjuk egyszer fölléptünk a Múzeumok éjszakáján, itt Szabadkán a zsinagógában, ami mondjuk egy nagyobb tér volt, de hát annak ugye tudjuk, hogy milyen fantasztikus akusztikája van, ott mondjuk rá nagyon jó megszólalt ez a zene. És az a környezet, hogy olyan romos volt, megporos, az is épp akkor, ami egyébként persze sajnálatos, hogy úgy néz ki, de akkor épp az úgy ott nagyon jó nézett ki. Hát a stílus az meg, nem tudom, hát igen, elég sötét, komor, egy ilyen, nem is tudom... Lidérces. Ugyanakkor elég sok humor és ilyen irónia is van benne, ilyen sötét humor, vagy nem tudom én, vagy egyfajta egy ilyen... tehát az a pozitív depresszió, a filmben is úgy fogalmaztam meg, hogy ez a, ami ide hozzátartozik, mert te mondtad, hogy nem egy aktuális vajdasági kép ez az itteni légkörről, de azért azt bevallhatjuk, hogy az emberek már itt egy jó pár évtized elég komor, sötét hangulatba tengik le életüket, úgyhogy ahogy az emberekre is, vagy a társadalomra is kihatással vannak bizonyos politikai, gazdasági dolgok, ugye a művészet azt veszi át, és úgy adja vissza, úgy tükrözi vissza, és hát azért jó, hogy vagyunk így mégis itt egymásnak, hogy úgy mondjam is így a művészetek, vagy a média különböző szegleteiben is így azért igyekszünk és próbálunk helytállni és összerakni dolgokat. De tényleg nagyon Zoltán is így, most vagy jöttünk a kocsival, épp ezt így most kitárgyaltuk, mi így kilelkiztük, mert nem tud az ember mit kezdeni ezzel a helyzettel, tehát csinálja, tehát lehajtja a fejét, megy előre. Jó lenne jobban érvényesülni, meg sokkal komolyabb, szebb, összehangoltabb dolgokat véghez vinni, csak ugye hát tudjuk, hogy mindig hiányzik hozzá az a bizonyos valami, amit úgy hívunk, hogy pénz. Meg ugye támogatottság. Lehet anélkül is csinálni, csak akkor az mindig megmarad egy olyan
olyan, hát nem amatőr szinten, de egy ilyen hobbi szinten az a dolog. És tulajdonképpen most ez a mi zenekarunk is egy olyan volt, hogy egy ilyen időszakosan futó, egy ilyen néha felszökkenő valami, itt-ott megjelentünk, és aztán úgy nem is, hogy megszűnt, vagy hogy feloszlott, hanem úgy tulajdonképpen úgy, mint egy lidérc, úgy köddé vál, de hát bármelyik pillanatban tulajdonképpen így, így van, föltámasztva. Beszéljünk egy kicsit az alkotásról. Volt egy olyan jó gondolat, vagy érdekes gondolat számomra ebben a filmben, hogy az alkotás az ugye, tehát nem elsősorban magadnak vagy magatoknak készül egy mű, vagy nem azért zenéltek, hanem a közönségnek. De hogy nem jó, ha önmarcangolóan áll hozzá a művész, hanem így kell. Na most arról mi a véleményed, hogy az, hogyha valaki elégedetlen, vagyis jobbra vágyik, akkor valamit tud alkotni. Tehát ugye ez nem ösztönző, nem lett ösztönző, ha valaki elégedetlen? Az is egyfajta ösztönzés minden bizonnyal, ugyanakkor, hogyha tehát ez túl sokáig megvan az állapot, hogy folyamatosan elégedetlen, annak ellenére, hogy csinál dolgokat, próbál megvalósítani, és azok nem tudnak érvényre jutni, vagy kifejezésre, akkor azért úgy gondolom, hogy mindenki beadja a kulcsot, vagy megbolondul, vagy hagyja az egészet, a csodámat. Élete végül az ember ebben fog szenvedni, meg okolja majd saját magát azért, hogy hát ő sokkal többet tehetett volna, hogyha van egy kis segítség. És ez van benne végig. Gulyás Zsolt, te hogy alkotsz, mi motivál téged, hogy egyáltalán tudod, hogy zenét szerez, vagy valamilyen újat tegyél az asztalra? Motiváció, ez csak maga az a zene tudata, hogy én a zenét kreálok. Tehát én mondjuk személy szerint engemet nem izgat azt most, hogy ebből mennyi anyagi, vagy bármi is keletkezik. Kell viszont persze engemet is azért úgy ösztönöz valószínű az anyagi része, de inkább az, hogy valamit alkotok, és utána azt visszahallom, vagy látom filmekben, vagy sorozatokban is, és ez az egyetlen egy, ami ösztönöz, hogy valamit alkottam, valamit csináltam így fiatalként is már. Hát remélem, hogy a Groovy Groove-ot még halljuk valahol, vagy még látjuk is. Most nézzük meg ezt a dokumentumfilmnek nevezem én, milyen műfaja van. Dokumentumfilm. Nézzük meg ezt a dokumentumfilmet, a Groovy Groove-ról készítette Csubiró Zoltán. Azután jövünk. Szorongása majd lerogyasztotta. Jól hallotta, hogy a rém fürgén villámgyorsan szaladgál körülötte, lábújhegyen és kárörvendve, mint ahogy a saskesejű kering áldozata felett. Az erdőn jéghideg szélroham vágtatott át. A sötétség megmozdult és fenyegetőzött. Véged van! És a fák is súgták. Véged van! Ugye a témakörök, témák, azok mind ilyen Sziveri János, Csád Géza, Kosztolányi Dezső, ez a vajdasági, ilyen szecessziós és ilyen modern, ilyen pszichedelikus, lidérszerű dolgok. Ugye ezek a kicsit ilyen depressziós, de ez az ilyen pozitív, boldog, vidám depresszió, amelyeknek átütő erejük van, és amelyek úgy gondolom, hogy nem csak negatívumot sugároznak ki magukból, hanem inkább
sokkal több olyan energiát, amely tetszető is az embereknek. Tulajdonképpen nem voltak lidérces álmaim, inkább lehet, hogy így a maga szó az fogott meg. Meg hát a lidércek ugye szellemek, vagy ugye ilyen szellemi lények, ugye arra gondoltunk, vagy arra gondoltam, úgy magyaráztam bele, hogy ugye ezek a régi nagy emberek, mint Csáti is, vagy Kosztolányi, vagy Sziveri, az ő szellemük, munkásságuk, az a dolog, amit létrehoztak, tehát azok, amik így köztünk vannak, és így keringnek, és így próbálnak így valamiféle ilyen ráhatást erőltetni ránk, így megmozgatni bennünket, hogy mi is így csináljunk valamit. Lehet, hogy ez a dolognak a lényege talán. Alfréd és én az Újvidéki Művészeti Akadémiára jártunk, és ott csupa komoly zenével voltunk körülvéve. És egy idő után ez a komolyság, illetve ez a bezártság, úgy is mondhatom, hogy beszűkültség, mert hát ugye valójában a komoly zene, annak ellenére, hogy egy nagyon szerteágazó műfaj és nagyon sokrétű, az embert valamilyen korlátok közé kényszeríti, mivel nem lehet egy adott művet bármilyen módon eljátszani, ahogyan mi szeretnénk, hanem rendszerint elő van írva, hogy így, meg így kell játszani, mindezt rengeteg zenei kifejezéssel tarkítják a zeneszerzők, és hát itt egészen pontosan meg van határozva, hogy kell. És mi ebből próbáltunk egy kicsit kiszabadulni, már a stúdiumunk végén, és Lehel tulajdonképpen egy nagyon sokoldalú ember, Viktornak rengeteg ötlete van, amit földolgoztunk, és egyébként Viktor is az akadémia hallgatója, és tehát ilyen szinten nem volt nehéz egymáshoz közel kerülni, és mivel mindannyian érezzük ezt a, amit az előbb említettem, a városnak ezt a hangulatát, egy kicsit visszanyúltunk Csáthoz,
egy kicsit ahhoz a hangulathoz, megpróbáltuk azt az atmoszférát megtalálni itt, ebben a mai közegben, a mai Szabadkán, és valahogy így született meg ez a zene. Tehát menekülvén egy picit a komoly zenéből, de átültetve annak elemeit ebbe a zenébe, egy kicsit úgymond fölhigítva, tehát egy kicsit könnyedebbé és sötétebbé varázsolván, ez a Groovy Groove tulajdonképpen. Éreztem át ezt a tájszellemét, amikor ott a malomba játszottunk. Rónaság, ami körülött vesz minket, mert ez a kis dombóban igazából. Tehát ott azért úgy azt éreztem, hogy ez így helyén van ez a zene, hogy ez itt van, ezen a síkságon. Itt született, és ez így jó is. Tehát, hogy itt hangzik, ez így, ahol született, itt marad, és beleélik a tájban. Szerintem a mozgatórugó a zenei hangszereknek a furcsa összeállása. Amit engem tényleg nagyon megfog az egészben, hogy ez a klarinét, fagott, bőgő és még ütős hangszerek. Tehát így valahogy ez a kombináció nem nagyon láttam még sehol. Tehát ad egy valahogy ilyen régies, ilyen barokkos hangzást, ősi hangzást, viszont a ritmus megjelenik. Bennem mindig olyan lidércek kavarognak, vagy röpködnek, fészkelődnek, mozgolódnak, amik úgy néha azért lenyugszanak, sajnos. Azért mondom, hogy sajnos, mert sokkal jobb, mikor így fickándoznak bennem. Bár azért veszélyes is tud lenni. Szóval az a lényeg, hogy mindenki elképzel magának egy tökéletes világot, ugye, amikor még gyerekkorában elképzelni, hogy ha fölnövök, vagy ha nem tudom, ennyi év után ez lesz, akkor majd én ott szeretnék lenni, és azt szeretném csinálni. Na most természetesen bennem is van egy ilyen vágy, hogy zenével foglalkozok, ugye, hogy azért valamelyest ismerjék, amit csinálok, a zenémet, meg nem is az, hogy csak hogy ismerjék, hanem hogy elő tudjam adni, tehát hogy tudjak zenélni. Tehát, hogy legyen rá lehetőségem, hogy odaállok, és akkor tessék, én ezt tudom nyújtani, és akkor remélem, hogy élvezitek. Tehát nem arról van szó, hogy én élvezem, én ezt sohasem tartottam elsődleges célpontnak, tehát hogy csak kizárólag én élvezzem, mert szerintem valaki zenével foglalkozik, vagy bármilyen alkotással, tehát alkot valamit, akkor nem feltétlenül az, legalábbis az én meglátásom szerint nem az kellene legyen az elsődleges cél, hogy nekünk tetszen, az egy dolog, de hogy másokat meg tud-e mozgatni azzal. Tehát tud-e valamiféle információt közölni az embereknek, hogy valamiféle energiát, valamiféle bármilyen
megfoghatatlan dolgot, vagy megfogható dolgot közölni az emberekkel, ami lehet, hogy jobbá teszik a napját. Azok a lidércek motiválnak, hogy én is ott legyek és csináljam ezt teljes bevetéssel. Ez lenne a tökéletes. Meg vagyok elégedve. Tehát eddig is, hogy amiket csináltam, meg most is, amiket csinálok végül is, nem feltétlenül az a megoldás, hogy az ember önmarcangolásba kezd, és akkor mi értem meg, aj, de jó lett volna, meg annak a másiknak miért megy, meg a biztos a társadalom, meg a rendszer nem jó, meg az ilyenek. Tehát azért ebbe se jó így belebonyolódni, mert akkor demagógá válik az ember is, hogy megcsömörlik, szomorú lesz, depressziós. Úgyhogy na, ezek az én szellemeim. Ezek ilyen vidám szellemek. Élni először itt a világon, s élni utolszor. Látni a földet, látni csak egyszer és soha többé. Állni a fényben, inni meg enni, csókba fürödni. Nézni a kék ne felejtset a szélben, barna göröngyön. Érezni a gondolatok ragyogását barna fejemben. Menni a hegyre az éter elébe, völgybe leszállni. Lélegzeni, fölkiabálni, rajongva az égre, napra. Aztán egyszerre vad zuhanással összeomolni. A Forog a kamerában ezúttal kiemelten foglalkozunk a zenével, a filmzenével. Gulyás Zsolt pedig hát sok televízióra készült zenét vagy filmzenét készített. Ugye te eleve te tanár vagy, cselló tanár, ugye? Így van. Hogyan kerültél akkor a zene közelében? 2003, én ezt olvastam valahol, hogy azóta szerzed és számítógépen a zenét. Igen. Hát hogy? Most a cselló és a számítógép hogy kerül ide? 2003-ban még középiskolás voltam, és ugye nagyon őrült vagyok a számítógépekhez, nagyon-nagyon szeretem. És aztán így, ugye interneten keresztül, videók alapján, meg ugye nagy zeneszerzők, lehet itt most Hans Zimmert mondani, hogy a legnagyobb zeneszerző mai időben. Ellestem az interneten a dolgok ezeket, és utána néztem programoknak, hogy is működik ez. Valójában számítógépen úgy működik, hogy hangminták alapján. Ugye van egy olyan program, ami ez leutánozza ugyanazt, mint egy élő zenész, tehát egész zenekart lehet hangminták alapján. Artikulációkat, tehát már minden létezik lényegében. És akkor ezeket a programokat ugye 2003 óta folyamatosan beszereztem. Utána adott egy lehetőség, hogy 2012-ben már egy, ugye Amerikában szerezzek zenét sorozatokba. De jelentkeztél, vagy hogy? Tehát, igen, hogy igen. Pályáztál? Nem, pályáztam. Hogy lehet elérni ezt? Hát ez egy merész lépés, tehát ugyanis jó, itt ki, sok mindenki nem tudhatja, de Angliában volt egy olyan valaki, egy Russell Bell nevű egyén, akitől csak egy e-mailt írtam, hogy szia, nagyon tetszenek a zenéid, hogyan lehetne, és ő ajánlotta, hogy írjak ennek a producernek, stb. Nagyon egyszerűen, és szerencsém volt, de teljesen más, hogy megy Amerikába, mint akár itt.
Európában, hogy nem kell külön pályázni, elég egy e-mail, és hogyha tetszik a zenéd, akkor rögtön már rád figyelnek, és hívnak, és írjad, és teljesen más, hogy megy Amerikába. Tehát nagyon nyíltan működik ez az egész. És ez úgy működik, hogy tudod, hogy miről szól a film, vagy az a reklám, vagy amire éppen készítesz zenét. Tehát hogy azt, hogy miről szól, vagy hangmintád van, vagy szóval hogy képzeljük ezt el? Hogy kezdesz neki ennek a munkának? Hát ugye a megrendelés alapján stílusokat listaszerűen leírják, és akkor választani lehet. Tehát még ezt is megadják, hogy válasszak a lista közül, hogy most akkor drámát írok, komédiát, horrorfilmhez, vagy thrillerekhez, vagy skifit, vagy bármit, amit akarok, és akkor ezt megírom, elküldöm nekik, ha tetszik. Persze ugye egy szűrő keresztül az átmegy, amit ki kell javítani, azt ugye természetesen kijavítom, és ezeket a kritikákat pedig teljes mértékben elfogadom, mert tényleg jó kritikákat írnak, és ezt kijavítom, átadom, és már föl is használják. Melyik munkádra vagy a legbüszkébb, tehát, vagy melyik lett a legismertebb, vagy nem tudom, tehát hogy melyik filmben hallatszódik? Ez nem film, hanem inkább ez a műsor, amerikai műsor, a top model leszek, amerikai Next Top Model Amerikában megy. Ez a legújabb, tehát ezzel nagyon büszke vagyok, mert oda nagyon kevesen jutnak be. Tehát ott mondom, hogy nagyon, az sikeres, tehát tényleg aki oda ír a top model leszekbe, az mondják, hogy akkor... Akkor még lehet, hogy most a létrán lehet tovább mászni, kúszni, és a végén majd egyszer csak megmondjuk, hogy az Oscar neked megy, vagy szóval. Hát azért még messze vagyok még tőle, mert rengeteg jó zeneszerző van a világban is. És nem harcolunk egymás ellen, hanem inkább egymással dolgozunk össze is, és ha lehet. Most, ahogy műsor előtt jöttem, rögtön hívtak Angliából, hogy kellene egy újabb projektbe egy gitáros, és teljesen ismeretlen személy, tehát én még való életben nem láttam, rám írt, és írunk egymásnak, és küldjük a zenét. Én rácsellózom, hogy az is ugye élő hangszereket is használnak, ugye saját hangszert, meg ugye Alfred, de ugye színházban is, sok színháznak is dolgozunk, ugye. Tényleg, vannak közös munkáitok? Igen, vannak. Milyen munkáitok vannak közösek? Most az a legutóbbi, ugye a Kanizsán a ilyen amatőr színjátszó társulatnak a Fédra című darabjához írtunk zenét, megírtunk át, és nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy ott a helyi szinten, gondolom az is teljesen egy ilyen önszánt, ilyen önkéntes módon csinált dolog, de nagyon érdekes volt, meg jó érzés, hogy így részt vettünk egy ilyen dologba, és jó lenne, hogyha minél több ilyen lehetőségünk lenne esetleg komolyabb szinten is létrehozni, mert itt vagyunk helyben, gondolom tényleg rengeteg jó úgymond szakember, aki tudná csinálni ezeket a dolgokat, csak gondolom a lehetőség az, ami sokszor nem is az, hogy hiányzik, csak valahogy úgy elsiklik az ember orra előtt, elmegy, és akkor így nézi, hogy... Keresni kell, azt mondják, nem? A lehetőséget. De, hát igen, az, hogy nem is keres, tehát nem kell keresni, mert ott van az, csak hogy az ember, tehát a részese legyen, az meg ugye a szerencse, azt mondják. No, hát te szerezted a Csupi Zoltán legújabb filmjének a zenéjét. Először is akkor téged kérdezlek, hogy miről szól ez a film, hogy egy aktuális kérdéssel foglalkozik. Igen, az elvándorlás, menni vagy maradni, nem kérdésével végül is ez a fő téma. És hogyan járod ezt körbe? Hát én ezt úgy próbáltam bemutatni, hogy az elgondolás az volt, hogy mindenkit sorra nem tudok felvételezni, hogy megy el, vagy miért megy el, hanem
próbáltam egy olyan szemét, egy olyan családot találni, akin keresztül be lehet ezt mutatni az elejétől a végétől végéig, hogy ez hogy zajlik, mi játszik közre, milyen elhatározás, mi miatt, mikor történik, mi az, amivel hát az ember elégedetlen és jobbat szeretne magának, családjának. Ezek voltak azok a kérdések, amik elindították ezt a filmet, és ehhez kellett egy olyan filmzene, ami eléggé drámai hangvételű, és én mindjárt a pianóra gondoltam, tudtam, hogy Zsolt hasonló dolgokat készít, ez a specialitása, és itt kértem meg, hogy van-e kedve. Kifejezetten erre a filmre szerezted, vagy volt egy, ami illett ehhez a témához? Illett, nagyon sok ilyen zongoradarabom. Schubert, Schumann hatására írótak ezek a darabok. Hát ugye molhagnemű, ugye elég komor, szomorkás. És ez pont ráillett, és tetszett is maga Zolinak is. Úgy. Ezt nagyon sikerült megtalálni. Ja, nézzük meg ezt a részletet, hoztatok egy részletet a filmből, azután visszajövünk. Tóldi Réka 1 éves. Tóldi Csenge 5 éves. Mihály Klára, Tóldi Attila. Babóca. Ha jó, de még szerintem férne. De vannak itt dolgok, amiket nem. Hogy aztán gondoltam, hogy nem. Inkább más, fontosabb dolgokat, lányoknak valamit, vagy mit tudom én. Aztán... Én bírom nélkül. Ennyi mindent? Ez alatt a jó, már bírjuk egymásnak tovább, majd a vízben. Pát ide így leeresztve nagyon jó lesz, hogy nem fog akkor a helye. Jó, van, ez nem baj valami. Szerintem ez maradhat, mert táskában még fér. Érted? Jó. És akkor még egy 10 kiló belefér szerintem. Már csak a nagyobb lesznek oda rakvánk. Még nagyobb. Az Újrakezdés című filmből, dokumentumfilmből láthattak részletet. Láthatta-e már a közönség ezt a filmet? Vannak-e már visszajelzések? Hogyan reagáltak erre a témára és a filmre? Erre mindenki másképp reagált, az a tapasztalatom. Igazából ennek a díszbemutatója Los Angelesben volt. Sajnos nem lehettem ott, nem tudtam találkozni a kollégákkal, más rendezőkkel. Ott igazából utána nem keresett meg senki ezzel kapcsolatban. A Tuzlai Filmfesztiválon szerepelt legutóbb, meg hát közben pár magyarországi fesztiválon is volt bemutatva, és most van folyamatban igazából a következőkben, hogy milyen fesztiválokon is fog szerepelni.
De mi is volt a kérdés? Hát az volt a kérdés, hogy látta-e már a közönség, hát látta a fesztiválokon, aki ott jár, de igen, egyébként... volt egy online fesztivál is a Media Fave-nek az On the Road című blokkjában, kategóriájában szerepelt, és ott meg lehetett online is sokáig nézni. Azt hiszem egy hónapon keresztül fent volt. Hát, és a vajdasági nézők mikor láthatják, vagy pedig a Pannon TV nézői? Most volt a délvidéki vajdasági magyar film napja című rendezvénysorozat. Szabadkán láthatták, Zentán, Magyar Kanizsán, azt hiszem Zomborban is, de azt nem biztos. Tehát igazából itt is most már bemutattuk október folyamán. Aki kíváncsi volt rá, az szerintem eljött, megnézte. Hát remélem, hogy mi is elkapjuk egyszer, amikor már a fesztiváli időszak, vagy a nevezési, pályázási időszak elmúlik, akkor szeretnénk mi is levetíteni. Igen, akkor közelebb akkor ezzel jövünk. Jól van. Végezetül meg szeretném kérdezni tőletek, hogy mind dolgoztok mostanában? Van-e esetleg valami közös tervetek, vagy majd a jövőre nézve, vagy jelenleg mind dolgoztok? Sorba menjünk. Hát jó, akkor kezdem. Most fejezem az Újrakezdés című filmnek a folytatását, most kezdem fejezni. Utómunka alatt van a film. Mert ez egy másik család, vagy másik eset? Igen, az a történet folytatódik. Aha. És akkor, hát most már így utólag az az elképzelésem, hogy a két különálló filmből tudok egy hosszabbat is elkészíteni igazából, és ez lesz talán így érthetőbb, mert ha külön megnézem mindkettőt, jó, össze lehet rakni. De mitől több vagy másabb a második része a filmnek? Tehát akkor kint forgattál, ahova kiköltöztek? Igen. Tehát a helyszínen is, hát beszélve a nehézségekről, meg hogy mivel jár ez az egész történet, amikor az ember itt hagy mindent és elköltözik, máshol vállal munkát, családot magával húzva próbálnak közös jövőt építeni, de hogy ez sikerül, vagy nem, vagy hogyan tovább, az majd itt fog kiderülni. De neked milyen terveid vannak? Vannak-e között? Zolinak mindig nyitva állok, úgyhogy bármikor, ugye, hogyha folytatás van, akkor írom, vagy már azért állandóan készülnek új darabok, tehát... Jó, legyen így, légy termékeny. És ti, nem tudom, összeálltok-e még, lesz esetleg filmzene, vagy koncert? Valamilyen formában összeállunk, most épp kialakulóban van itt a Szabadkai Filharmoniának van egy ilyen kis kamara csoportja, és akkor már ezek az emberkék itt fiatalabb zenészek buzgón dolgoznak azon, hogy egy koncerteket, koncertsorozatokat hozzanak. Természetesen ez komoly zenei koncertek, úgyhogy most épp a Mihállyal fogunk majd, ha minden igaz, akkor összeállni, és akkor ilyen régi zenét, barokkot vissza a gyökerekhez, akkor kitörve lázadtunk, most pedig majd szépen, nyugodtan, csendesen visszanyugszunk a tradicionális zenéléshez. Hát sok sikert kívánok nektek a filmes és a zenei pályátokban. Köszönöm, hogy itt voltatok. Csubrilo Zoltán, operatőrrendező, Asztalos Alfréd, a Groovy Groove együttes tagja, és Gulyán Zsolt zeneszerző volt a vendégünk. Önöknek köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!